Nemrégiben hirdették ki, láttad-e már a zenét elnevezésű Csongrád megyei rajzverseny eredményeit, melynek a Glorious Vigadó adott otthont. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felhívására több mint 500 alkotás érkezett, ebből pedig 70 fiatal munkáját díjazták értékes jutalmakkal. A jeles alkalom során a makói származású szentpéteri Csilla zongora művész zenésztársai kíséretében azokat a dallamokat szólaltatta meg, melyek megihlették az ifjú tehetségeket. Az intézményünkben már 4 éve van jelentősége, ha láttad-e már a zenét programnak, hiszen akkor kezdődött a közös munka szentpéteri Csilla művésznővel és Nadomás Zsuzsanna tanítónővel. A mostani 6. Z osztályban kezdték el a közös munkát, és tulajdonképpen ez a mai gálaműsor egy állomása ennek a folyamatnak, hiszen ezt mint innovációt szeretnénk elterjeszteni nem csak az iskolánkban használni, hanem megyeszerte és országszerte, és ez volt az első lépése ennek, hogy megyére terjedő pályázatot hirdetett az iskola. Rendkívül nehéz volt a döntés. Én nekem az volt először a javaslatom, hogy mind az 541 rajzot díjazzuk, mert egyszerűen fölfoghatatlan volt ez a mennyiség. Tehát, hogy én azért néztem, hogy az országban milyen rajzversenyek voltak, és általában egy olyan 200-230 pályamunkára nem nagyon érkezett be sehova. És most ez az 541, ez egészen rendkívül, én úgy gondolom. Mert ez azt jelenti, hogy Csongrád megyével közel 40 településről érkeztek be rajzok. 93 intézménybe küldtük el a pályázati felhívást. De ennél sokkal nagyobb öröm számomra az, hogy a szülők és a hallgatók, diákok visszajelzése a zenéimmel kapcsolatban egyértelműen az volt, hogy nagyon sokan felugráltak a padokra, olyan boldogok voltak a zenehallgatása közben, vagy éppen relaxáltak, vagy éppen olyan harmonikus állapotba kerültek, vagy indián táncot jártak, tehát hogy mindenképpen ez az instrumentális zene, ami ugye a klasszikus zenéből indul el, és aztán jazz, latin, blues, helyenként még rock motivumokat is föl lehet ismerni benne, mennük, hogy ez egészen különleges hatással van a gyerekekre. Rapszódira rajzoltam. A2-es méretben készült, vízfestékkel és temperával, és hát 3 hétig készült a rajz. Saját lovamat és engem egy nyári képen ábrázolja ezt az egész jelenetet. És ugye a felszabadultság érzése lovaglás közben, és hát ez látható a képen is. Szeretek rajzolni, és amikor meghallottam a vihart, akkor nagyon megütketett. Én már nagyon rég elterveztem egy rajzot, és most meg tudtam nagyba is valósítani, és így, hogy egy rajzpályázatra kellett, így jobban meg tudtam csinálni. Nagyon örülök neki, hogy ez a projekt létezik és létrejött, és nagyon megtisztelő, hogy részt vettem benne.
úgy gondolom, hogy ez is gazdagítja kicsit Makónak a művészvilágát, és szerintem kellene még több ilyen rendezvény vagy pályázat, mivel is hozzátesz a városhoz. Nagyon sok rajz érkezett, és mindegyik nagyon jó volt, tehát nagyon érdekes volt látni a gyerekeknek a képzelő erejét, és ahogy a belső lelki világuk is megnyilvánult, és hogy a zenére miket alkottak. Például, amit a Szentpéteri Csilla művésznő is emlegetett, ahogy az esőerdőbe ugye a munkagépekkel harcolnak, hogy ez egy elég komoly mondani való a rajz mögött. Egy rajzasztallal támogatjuk a győzteseket, egy különleges rajzasztallal, ez állítható magasságú, egészen a legkisebbektől, tehát a nem tudom, 3 éves kortól, akár 4 éves kortól, egészen a 18 éves korig lehet használni, vagy akár még tovább, és úgy gondoltuk, hogy ez egy kívülszerű ajándék lesz erre a remek rajzpályázatra. Alakot rajzoltam egy piros ruhába. És a hátteret alakítottam úgy, hogy a ugye Liszt Rapszódia című zenéjére rajzoltam, és ugye az az életről szól, és a hátteret úgy alakítottam, hogy a élet jó oldala, és a rossz oldala is látszódjon. Mennyire áll hozzád közel ez a művészeti tevékenység? Miért szeretsz ezzel foglalkozni? Nagyon szeretek vele foglalkozni egészen kiskorom óta, 8 évvel rajzszakörre is járok, és a gimnáziumba is szeretném folytatni. Miket láthatunk a rajzon? Mi elevenedik meg? Hát azt jeleníti, eleveníti meg, hogy a gringó sétál, és mellette a ló, mellette a kocsma, hátra mögött a hegy, enyhe kis füstfelhővel, és ilyenekkel. Tehát napot annyira nem ábrázol.